Köszöntöm nézőinket, önök a Pécsi Körzeti Televízió reggeli híradóját látják. A közelmúltban tragikusan elhunyt Bogdán János a Gandhi Gimnázium volt igazgatójának tiszteletére emlékhelyet avattak szombaton Pécsett a világ egyetlen roma középiskolájában. A cigányság oktatásában kiemelkedő munkát végzett Bogdán Jánosra emlékezve több százal jelentek meg szerte az országból. Bogdán János szegény, tipikusan sorsverte falusi roma családból származott, volt azonban ereje és hite úgy kiemelkedni a nyomorból, hogy sohasem tagadta meg gyökereit. Tudta, hogy a cigányság csak a tanulás révén egy korszerű értelmiséget kinevelve változtathat sorsán, ezért alkotta meg a Gandhi Gimnáziumot. Saját kultúrájukat szeretve és nem önmagukat gyűlölve lehetnek csak a romák egyenrangúak, idézte gondolatait az avatás szónoka. A mi dolgunk, mondta, a mi generáció dolga, hogy értékeinkkel, cselekedeteinkkel elhitessük, ami roma az lehet jó is, értékes és romanszínes is. Egy szóval, hogy romának lenni jó. A kisebbségi ombudsman arról beszélt, hogy a Bogdán Jánoshoz hasonló kiemelkedő személyiségek példája a cigányság fennmaradásának zálogát jelentik. Bogdán János példáján újabb generációk jönnek, akik ezt a szerepet be fogják tudni tölteni, és hozzásegítik ezt a tragikus sorsú népcsoportot ahhoz, hogy megtalálja méltó helyét a magyar társadalomban és egyáltalán a világban. Az első érettségiző osztályt már nem érhette meg Bogdán János, de a lépcsőforduló emlékhelye mostantól az elballagók talán legnagyobb útravalója lesz. Balatonberény története mostantól minden érdeklődő számára hozzáférhető. A kötetnek, amelyben olvashatunk e falu múltjáról, Őri Béla helytörténész a szerzője. Őri Béla egyébként nem berényi születésű. 13 éve él a faluban, de már letelepedése előtt is foglalkoztatta a 6500 éves település története. Az első füzet tulajdonképpen az első 5000 évről szól, arról, amikor Keletről ide szivárgott egy magas kultúrával rendelkező népesség, akik itt megtelepedtek. A sorozat első tagja különleges, hiszen ritka, hogy ilyen bőséges anyag áll rendelkezésre a neolitikum időszakából. Megfelelő alap ez a sorozat következő füzeteinek. Dolgozgatnak rajta nagyon lelkesen Őri Béla és a többiek, köztük alpolgármesterünk Horváth Zoltán. Igyekszünk, reméljük, hogy a folytatás is hamarosan elkészül. A füzet 300 példányban jelent meg, melyet az önkormányzat finanszírozott 170 ezer forinttal. Jól fogyott a könyv, ám az anyagi haszon mellékes. Fontosabb volt, hogy a bemutató után a gyerekek kézbe vehették a kiállított esetenként 6000 éves tárgyakat. Kint a Boronkai úton írtják azt a gyönyörű fasort, aminek a vármegyében nem akadt párja. Panaszkodta el bánatát az 1906. március 23-ai eseményekről szóló cikkében egy újságíró, aki akkoriban a Malcai és környéke heti lap munkatársa volt. A Széchenyi grófok ígérték, visszatelepítik majd a jegenyefákat, melyet ma már tudjuk, az elmúlt 93 évben többször meg is tettek, ők is és mások is. Aztán valamiért mindig ki kellett vágni az impozáns fasort. Pedig Bernát Auréla Balaton festője is hosszan megemlékezik a fákról. A zöld templom csöndjét időnként csak a vonat sivítozása törte meg, írja. A gép jó előre hosszú füttyökkel jelezte, hogy a falat áttörni készül. Kis mozdony, spárkocsi kotyogott át a nagy fütty után. Így ment ez napról napra gyermekkorom éveiben. A vasút menti jegenyéket tavaly tavasszal vágták ki, útban voltak, s ígérték, cserjéket telepítenek majd a helyükre. Ha még létezne a Marcali hetilap, majdnem 100 év múlva egy újságíró feltehetné a kérdést. A büszke jegenyék helyett elég nekünk a cserje is. Lehet, hogy önök nem is sejtik, évente mekkora kárt okoznak az orvadászok a vadállományban. Az ellenük való hatékonyabb fellépés érdekében együttműködési megállapodást ír ma alá a Baranya megyei rendőrfőkapitány és a vadászkamara elnöke. A vadnyullal fülöncsípett orvadász század elejé képe már valóban a múlté, és nem csupán az igencsak megcsappant hosszú fülű állomány okán. A klasszikus csapdával és hurokkal dolgozó vadorzók mellett ugyanis nagymértékben megnőtt a legprofibb eszközökkel, nagy hatótávolságú fegyverekkel rapsickodók száma. A cél pedig kevésbé a trófea, sokkal inkább a nagy vad húsa. Mekkora üzlet ez? Óriási, bár információink szerint és a begyűjtött adataink ezt bizonyítják már az elfogások után. Nagyon jelentős összegek jutnak, de kedvező áron értékesítik, így van piaca, mondhatnám, a szabálytalanul szerzett vathúsnak.
Beszélhetünk arról itt Baranyában, hogy ennek folytán bizonyos területekről bizonyos vadak szinte teljesen eltűntek? Erről még szerencsére nem beszélhetnénk. A vadorzás miatt még ilyen problémáink nincsenek, de a lecsökkent és lecsökkentett szarvasállomány, az őzállomány már jelentős mértékben mutatja azt, hogy a tervezett és szabályszerűen végzett gazdálkodási tevékenységen kívül a vadorzók munkája milyen hatással van az állományra. Jelentős mértékben csökkent az őz, és jelentős mértékben csökken a szarvas. Baranyában több 10 milliós nagyságrendű a vadorzással okozott kár évente, és mindössze 1,5 millió forint a lefülelt rapsicoktól beszedett bírság. Mivel a szószoros értelmében rejtett bűncselekményről van szó, ezért a hatóságok dolga rendkívül nehéz. Nem jellemző, de sajnos előfordul, hogy néhány megtévedt vadász sem tud ellenállni a kísértésnek, ám a fegyvertartási engedély, a regisztráció miatt őket könnyebb kiszűrni. A vadorzó társadalom túlnyomó része e körön kívül keresendő. Bizonyos sajtóorgánumokban olykor-olykor megjelennek némiképp felmentő elemzések, mely szerint a rapsicok szegény emberek és tevékenységüket az egyébként értelmezhetetlen megélhetési bűnözés kategóriájába sorolják. Nem látunk összefüggést a munkanélküliség vagy a szociális szegénység és a bűnözés között. Tehát semmi, szaknyelven mondjam, szignifikáns összefüggés nincs ezek között. Elvétve lehet esetleg összefüggést találni, de pontosan nem ez a jellemző. Talán azt lehet mondani, hogy nagyon sok embernek a szegénységénél csak a tisztessége nagyobb, és nem kíván törvénysértő útra lépni. Viszont találkoztunk gazdag orvadászokkal, találkoztunk, akinek a szakmája nagyon közel áll ehhez a dologhoz, olyan orvadásszal is, aki bizony visszaélt a bizalommal. A Pécsi Körzeti Stúdió híradóval legközelebb este 3:46-kor jelentkezik itt a Magyar Televízió 1-es csatornáján. További kellemes napot kívánok, viszontlátásra!